egyikből a másikba. Hiszem vagy nem hiszem. A magyar vallás azt tanítja, hogy gyarapítsd, pallíroszd szellemedet, hogy önálló szellemlégy lehessen belőled halálod után. És ők, hogy ez így van, azzal indokolták, azzal magyarázták, amit a fizika is tanít, hogy az anyag nem vész át, csak átalakul. Mikor pedig az ember meghal, semmiféle fizikális átalakulás nem történik, nincs robbanás, nincs gőzölés, nincs füstölés. Tehát az a nagy tudásanyag, amit energiafölhasználás révén, a tanulás az energia fel, az ember magába szedett és gyarapította a szellemét, az nem tűnik el, semmi látható jele nincs annak, hogy az valami átalakuljon. Pedig az energia eredménye, tehát ők ezzel magyarázzák, hogy ha bizonyos szintet elért a szellem, akkor önálló szellemlényként hagyja el a testét, és úgy jut be az istenek közé. A többi pedig, aki gyarló volt, nem törődött magával, de jó ember volt, az megtér az Úrba. Egyesül az őserővel, visszatér a nagymasszába. Belekeverik, mint a második préselést a bornál. Így van, Arany János úgy írta, hogy az ember addig hurul, míg a végén megmurul. De nem kell félni a haláltól. Ugye a magyar vallásból keresztény értelemben ez megváltás nincs, sőt. És ezt a tételt nagyon kétségbe vonják, már azt mondják logikátlan, Istentől nem várhatunk el olyan dőrességet, hogy azért bocsásson meg az embereknek, úgy bocsásson meg, hogy a saját fiát kinosztassa és feláldozott, hogy ebben nincs semmi logika. A megváltótás ebben a vallásban a belső megvilágosodást jelenti, hogy belátsz bizonyos dolgokat, belátod a saját hibáidat, nem hánytorgatod másét, hanem mindig megnézed, hogy hoppla, nem benne van-e a hiba. Hiszen ennek a vallásnak is vannak parancsolatai. 7 javallat és 7-9 tiltás. És roppant érdekes, ha összehasonlítjuk a 10 parancsolatot. A 10 parancsolatban az van, hogy hamis tanúságot ne szólj fel a barátod ellen. Magyar vallás azt mondja, hogy ne hazudj. A keresztény és egybe zsidó tétel azt nem mondja, hogy ne hazudj, csak ne tegyél hamis tanúságot, az nem foglalja magába azt, hogy ne hazudj. De a magyar, hogy ne hazudj, az magába foglalja azt is, hogy ne tanúskodj hamisan. Viszont van egy érdekes ellentétel, hogy ne ronts meg mások boldogságát azáltal, hogy mindenáron felfedett nekik az igazságot. Ezt úgy is szokták megfogalmazni a rábóközi tudók, hogy ne fújd el senki szeméről a hályogot, ha az boldoggá teszi. Mert nincs értelme. Aztán van egy másik tétel, ugye, általunk ismert, én ugye tanultam keresztény dogmatikát is, mert én Rákosi idejében is jártam hittanra egészen érettségig, amit nagyon kevesen mertek megtenni. 400 diákból körülbelül 10-20-an jártunk hittanra, összvallást tekintve protestánsok, katolikusok együtt. Meg is szokta hitoktatom mindig kérdezni a diskurátnak, és ehhez mit szólnak a tártosok. Engem hát ő és egy premontrai szerzetes biztatott nagyon arra, azt mondta, hát fiam, neked lehetőséged van, többen közülük való, vagy közéjük születtél, megtudni, hogy mit tanítanak, mert, azt mondta Kövér Fidél, tudós premontrai atya, az ős kinyilatkoztatás tisztában maradt meg ezekben a vallásokban, mint a nagyon toldozott-foldozott kultúrvallásokban.
másik pedig azt mondta az öreg fodorat, hogy toktatom, fiam, egy bölcsnek, egy filozófusnak tudod, hogy melyik szegre akasztja a kabátját. Fő, hogy higgyünk Istenbe, és tartsuk magunkat az isteni szabályokhoz, és az isteni szabály az, hogy ma légy természetes, ne rugaszkodjál a természettől. Épp ezért, amit a némely egyház a szerelemről, szexualitásról tanul, az nem, hogy elrugaszkodás a természetről, hanem Isten káromlás, mert megkérdőjelezi, hogy Isten, aki így rendezte be a szaporodást, jól csinálta-e. Ez Isten káromlás. Ugye ezek nagyszerű papok voltak a kommunizmus idején, és megmerték mondani, amit gondoltak. Mondjuk nekem Kövér Fidél premontrai szerzetes, tudós szerzetes, hát mondjuk így, hogy gyóntató atyám is volt, és ez egyszer meggyóntam neki, hogy többet magunkkal, mert mi ugye összeesküdtem már 14 éves koromban. Megtámadtunk egy orosz katonai raktárat, mert fegyverre volt szükségünk, jól fejben vertem az őrt. Nem halt meg, persze csak vakarta másnap a helyét, és meggyóntam, hogy ez bűne. Azt mondja nekem, hogy gyóntató, hogy édesfiam, ez nem bűne, ez hazafias cselekedet. Bűne az volt, hogy engem már kihagytatok a buliból. Mert a csornai premontraiak nagyon nemzeti érzelmiek voltak 1848-49-ben is, ugye. Hadba vonultak önkéntesen, ők fordították meg, nekik köszönhető, hogy a csornai csata lett az utolsó győztes csatája annak a szabadságharcnak. Nos, mit mondjak még? Hát a gyógyászatról írtam, amennyit tudtam. Tehát oknyomozó gyógyászat, és sok mindent sikeresen gyógyítottak. Egyszer néztem, elvitt magával a tudós nagy Ferenc, egy tehenet gyógyított meg. Kiúszta, átrakta a kötelet, máshova kötötte a tehenet, hókusz-pókusz, köröket rajzolt, és mondtam neki, hogy bátyó, mire jó az a hókusz-pókusz? Ettől gyógyult meg a tehén. Szóval nem, fiam, a tehén az okosabb a gazdájánál, ez a gazdájának szólt. Azt mondja, a tehén attól gyógyult meg, hogy érezte, hogy törődnek vele, hogy szeretik. A szeretet gyógyít. Egy csodálatos ember volt, nagyon szerette a nőket, és nagyon szerette öregebb korában az italt, és szívesen mesélt a kocsmába szellem történeteket, már a kommunizmus idején is. És egy rendőr nagy fölényes mosolyal, a dialektikus materialista fölényes mosolyával hallgatta. Azt mondja neki az öreg Kent, még csak ne vigyorogjon, Kent olyan hülye, hogy a saját nevét se tudja leírni. De azt mondja, hozzanak egy tollat, meg, vagy ceruzát, meg papírt. Hát így maradt a kezel levegőben a rendőrnek, nem? De ezt megtette a Rábó katonai bakkal is. Harsányi Lajos volt egy időben Rábó katonán, a plébános. Jóba voltak, mert mind a ketten nagyon szociális állítottságúak voltak. Mondjuk Harsányi Lajosnak az is lett a veszte, hogy a egyház földjeit nem a nagyparasztoknak adta árendába, hanem a föld nélkülieknek, ezért a püspökség el is mozdította. Na de neki nem tetszett, holott jóba voltak, hogy a hívei minden éppen minden bajukkal tudós nagy Ferenchez futnak. Neki meg az nem tetszett, hogy a pap ezen morog, ezért egyszer megleckéztette a papot is. Sietett a pap valahova, befogadott a hintóba, nem indultak el a lovai. Csináltak azokkal mindent, nem indultak el a lovak. Kénytelen volt ő és a tudós szivatni. Aki nem járt egyébként templomba, Isten hívő ember volt persze, hogy mindent állt, és azt mondta, nem megyek el a templomba, mert az a boszorkányok Isten ellenségének a gyülekező helye.
Na és ő elindította a lovakat, oda ment, megveregette a pofájukat, sugott nekik valamit. Ezek a ló sugdosónak mondják manapság is őket. Magyarul duruzsolónak mondták. Ennek van egy titka. A ló nem érti meg, akármit sugunk neki, nem érti meg azt. A ló megtanulja a jeleket, hogy gyű, hó, hóprod, stb. De a lóval is lehet, vagy bármilyen állattal beszélni, ha képekbe gondolkodunk, elképzeljük, hogy mit csinál, és ezt át tudjuk szugerálni bele. Tehát nem a szavat érti meg, hanem látja a cselekedet képét, hogy ő most ugrik, ő most megindul. Tehát beleprojektálni egy képet. Ez a módszere, ez a titka az úgynevezett lósus sugyorgásnak. Nos, a magyar mitológiában ismerünk még egy nagyon fontos alakot, a magyarok istenének a fogalmát. Ezt is megmagyarázza a Tengrit könyv, a tartosok megmagyarázták. Az egy védőszellem, a nemzet védőszelleme, amire nagy szükség van, mert ez egy nagyon fontos tétel, roppant fontos tétel. Azt tanítják a tartosaink, hogy ha egy nép más nép istenét imádja, az aláveti magát annak a másik népnek. Ezért legyenek saját isteneid. És nekünk vannak. Hogy most hogy álltál ő mitológiailag, meg hogy álltál ő történelmileg a magyarok istenének az alakja. Nyilván belejátszik az ősurali világügyelő férfi alakja, aki megvan az obi ugor népeknél. És ezért nagyon hálás vagyok Bojki barátunknak, hogy megemlítette az udmurt tártosokat. Mert tényleg volt még az én gyerekkoromban is kapcsolat a szibériai sámánok és magyar tártosok között. Nekem is volt később, ugye, épp ezen a környéken, Egervárában találkoztam velük 1993-ban, amikor először hosszú emigráció után hazajöttem. Meg hát utalt ugye Bojki barátunk a jégkorszakra, és tényleg a jégkorszakból származik ez a duális szemlélet, ami egyébként a magyar nyelvtanba is lecsapódást nyert, hogy a páros testrészeket egynek mondjuk, ez ennek a nyelvi lecsapódása. Ha ugye egyik szemünket elveszítjük, vagy karunkat, akkor nem egy személyek, hanem fél személyek, félkarúak vagyunk. Hogy a páros testrészekből a kettőt számítjuk egynek, ez ugyancsak a duális világ szemlélet vetülete, meg az, hogy a feleséget feleségnek mondjuk, a jobbik felünk, egyik felünk. Ebben egyébként a Bibliának is nyoma van, hogy együtt egy ember a férfi és nő. Hiszen a Bibliában sem, ott is rengeteg minden van, ami találkozik, a kultúrákban sok minden találkozik. És mondjuk, ez nagyon érdekes egyébként, ha szabad megemlítenem, hogy ez a duális világszemlélet, tehát a női és férfi principiumok egyensúlya az északi mérsékelt hideg zónában van meg, és a trópusiban, a kettő közöttiben nincs. Például megvan az indonézeknél, ottan találták meg az első legendát ezzel kapcsolatban, a pálma és a kő vitáját. Ugye a pálma és a kő azon vitatkoznak, hogyha majd az Istenek megteremtik az embert, milyen legyen. A kő azt mondja, legyen olyan, mint én, szaporodjék osztódással. A pálma azt mondja, legyen olyan, mint én, mert a pálma két nemű. Sajnos a könyvben sajtóhiba van, ahol idézem, ott két szeműt írtak helyette. Na, összevesznek. A kő megharagszik, rágördül a pálmára, maga alá gyűri, de egy idő után tapasztalja, hogy jobbról balról két kis pálma nő ki, és akkor azt mondja, győztél, nem bánom, legyen az ember olyan, mint te, de halljon meg.
És ez a duális világszemlélet olyan erős, hogy még az iszlám hatását is nagyon enyhíti az indonéz közegbe. Tehát megmaradtak úgynevezett matriarchális nyomok. Nők nincsenek úgy burokba, burkába szorítva, mint a mohamedánoknál, ahol egyébként nem Mohamedre megy vissza, hanem ő hozzájuk is befolyt a manichéizmus, a perzsa világnézet. Ugye a magyaroknál is nagy szerepet játszott emellett, a magyar ősvallás, a bűnvallás mellett körülbelül a 8. századtól, vagy 7.-8. századtól betört hozzájuk egyrészt az aratusztizmus perzsa hatásra, és annak a pokol népi változata, mondjuk a manichéizmus puritán változata. A manichéizmust azért nevezzük manichéizmusnak, mert egy mani nevű megváltó alapította.